Jump Star. A szobotlásunkat ezt el kell felállítani, úgy, hogy volt, sajnos nagyon rossz volt ez a mérkőzés, de ezt úgy gondolom, hogy ezt lezárta mindenki magába. A svédek ellen nagyon jó meccset várok, ugyanúgy, mint a Larvik ellen. Fel fogunk rájuk készülni, és remélhetőleg nyerni fogunk ezen a mérkőzésen is. Nem volt egy sikert szerencsés a mi szempontunkból ez a meccs, de ez már történelem. Most előre kell néznünk, mert azért nagy feladatok lesznek az elkezdendő időszakban, úgyhogy nincs időnk keseregni, tanulságokat levontuk belőle. De én most úgy gondolom, hogy fontos ez a svéd meccs, hogy megnyerjük. Tegnap videóztunk a Gábor a Siófok játékához hasonlította már mind a figurákat. Azt úgy gondolom, hogy ezt elég jól sikerült megoldanunk. Persze ott azért a svéd csapatnál sokkal jobb játékosok vannak, de szerintem nem fog okozni problémát ez nekünk. Rájuk is jelent, hogy nyilván ez a gyors játék, ezek a gyors talajról lövések, mindenféle, tehát hasonlít a Larvik játéka, az nyilvánvaló erőben azért gyengébb képességűek, de rájuk is úgy fogunk készülni, hogy mindenféleképpen egyénenként azért van egy-két jó játékosuk, aki problémát, vagy hát gondot okozhat nekünk, úgyhogy mindenféleképpen készülünk rájuk is. Sokkal jobban felspanol, feltizel mindenkit, hogyha mikor már befutsz a pályára a meccs elején, és már akkor dübörög az egész csónak. Bízom benne, hogy tudjuk folytatni azt, amit múlt héten elkezdtünk, ezt a jó sorozatot, és nagyon szeretném, hogy egy magabiztos győzelmet tudjunk aratni, és készülni jövő héten a visszavágóra. Mindenki azon van, hogy ezt megnyerjük, és akkor még a kinti svéd meccset is meg szeretnénk nyerni, és akkor megvan a továbbításunk.